Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm körünkben excellenciás és főtisztelendő Fekete Szabolcs Benedek püspök urat, Szombathelyi Egyházmegye segéd püspökét. Szabolcs püspök urat a pápa az idei évben, márciusban nevezte ki erre a felelősségteljes tisztségre, és húsvét hétfőn volt püspökké szentelése a Szombathelyi Székesegyházban. Nagy örömünkre pedig elvállalta a mai szentmise bemutatását, és eljött közénk erre a 325 esztendős kegyhelyre, amelyet elődeink fogadalomból és összefogásból tudtak felépíteni itt ezen a hegyen, és azóta is ezt az összefogást a szeretetnek, a hitnek, a reménynek az erejét hirdeti a pécsiek számára, és az ide zarándokló hívek számára. Köszönjük, hogy püspök úr elfogadta a meghívást, és kérjük, hogy mutassa be a legszentebb áldozatot. Örömmel jöttem közétek. Hát, amit én már diákként, kispapként, papként, hát most püspökként jöttem, nagy szeretettel, hogy megtartsuk ennek a 4 napos jubileumi ünnepségnek a kezdő szentmiséjét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Kedves zarándok testvérek, búcsúi szentmisére gyűltünk össze, amint maga a szó is sugallja, néha kell búcsúznunk. A szentmise kezdetén mindig arra gondolunk, hogy jó lenne letenni a terheinket, a nehézségeinket, a problémáinkat, és ezen a szent helyen, a szentmise kezdetén mindenek előtt a bűneinket. Elhibázott szavainkat, tetteinket, gondolatainkat és mulasztásainkat. Szentmisénk kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel ünnepelhessük Urunk szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életben Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
dicsős híg a magasságban Istennel. Igen, nagy dicsőséget ér, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, megszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, imádkozz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya nyugján ülsz, imádkozz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen bőség, Jézus Krisztus. A Szentlélekkel együtt az Atyaisten dicsőségével. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözöljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Ahász királyhoz. Kérd magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről, a magasból. De Ahász így válaszolt. Nem kérek jelet, és nem kísértem az Urat. Erre Izaiás próféta azt mondta. Halljátok hát Dávid háza. Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek. Ezért az Úr maga ad nektek jelet. Íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el, ami annyit jelent, velünk az Isten. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Boldog vagy Szűz Mária, és minden dicséretre méltó. Belőled kedvül az igazság napja. Boldog vagy Szűz Mária, és minden dicséretre méltó. Belőled kedvül az igazság napja. Az igazság alapja.
Szent lecke a jelenések könyvéből. Én János új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem veszültség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjá alkotott mindent. Ez az Isten véle. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a mély, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplál. Erre ő így válaszol, és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Kedves paptestvérek, kedves jelenlévő hívek! Mária szépségéről hoztam magammal néhány gondolatot. Bizonyára ti is úgy vagytok, mint jó magam, hogy gyönyörű szép imádságokat és Mária énekeket tanulhatunk a szüleinktől, inkább a nagyszülőktől vagy a dédszülőktől. Talán olyan imádságokat és énekeket is, amik nincsenek már benne a hozsannában, meg az éneklő egyházban. És valahogy úgy jártam néhány évvel ezelőtt már papként, hogy egy új Mária éneket pedig nagyon ősi tanulhattam, Csíksomjom. Így kezdődött, egészen szép vagy, Mária. Nyilván, hogy Máriáról nem készültek fényképek, videó felvételek, nem is tudjuk, hogy hogy nézett ki, de a hitünk szerint szép volt. Egészen szép volt. És amikor feldíszítünk egy Mária oltárt, vagy ábrázolunk egy szűzanyát szoborban vagy képben, akkor nagyon szépnek ábrázoljuk. Az ének így folytatódik. Egészen szép vagy, Mária. Eredeti bűnnek szennye nincs te benned. Ezért lehetünk biztosak abban, hogy Mária nagyon szép volt, mert az eredeti bűnnek és egyáltalán a bűnnek a szennye nem volt bent. A lelke egészen szép volt, egészen tiszta, egészen fehér és
mondhatom ezen a helyen, hófehér volt. És visszaemlékezünk arra történelmi eseményre, amikor az akkori pápa egy szentélyt, egy bazilikát akart építeni a szűzanya tiszteletére, az Isten szülő tiszteletére, Liberius pápának hívták. És a felajánló házaspár és az akkori pápa is álmodott. Ugyanazt álmodták, hogy ott Rómában, ahol egy természeti jelenség, csoda történik, odaépítsék a szentélyt. Itt is nagy hőség van most, kánikula, érezzük is, hisz a hideg is inkább arra az árnyékosabb oldalra mentek át. Elképzelhetjük, hogy Rómában most milyen hőség lehet, milyen kánikula, és akkoriban milyen volt. No, de hajnalra az egyik hegyen a hét közül havazott. Az álom teljesült, és tudták, hogy hova kell építeni az Isten szülő tiszteletére azt a szentélyt, azt a templomot. És mi magyarok ezt így nevezzük, hogy havas boldogasszony. És amikor itt évszázadokkal ezelőtt járvány volt, és a járvány megszűnt, akkor az őseitek úgy határoztak, hogy hálából, itt a hegyen, ahol ha a belvárosról nézzük, minthogyha havas lenne, vagy lett volna akkoriban a kiálló kősziklák, fehér kősziklák kapcsán, a szűzanya tiszteletére és havas boldogasszony tiszteletére emelték ezt a szentélyt. Csodaszép helyen vagyunk. Nekem is van egy oltárképen, belátom a teremtett világot itt, ami a hátatok mögött van. Csodaszép. Ez illik az egészen szép szűzanyához. Nagyon jól gondolkodtak a ti őseitek, hogy nagyon szép helyre építsék, és nagyon tiszta helyre építsék. Évekkel ezelőtt volt egy tudósítás, amit Szombathelytől egy kicsikét irigykedve néztem, egy téli tudósítás, és az volt a híranyag, hogy itt Pécset és környékén havazott. És mutattak képeket innen, erről a részről is. Most is szép, mindig szép. De akkor, amikor ér volt az a hófehér, beborított a táj, természet. Én magam is úgy vagyok, hogy szeretek kimenni Ausztriába, hegyekbe, tél során, nem sielni, mert azt nem tudok, de sétálni egyet. A friss hóban nagyon ropog, mi már azt kezdjük elfelejteni, hogy ez mit jelent. Tehát a kicsiknek, a gyerekeknek mesélni kell, hogy mi az a hó. De abban a tiszta, ropogos hóban járni, hát az ember lelkét is fölüdíti. Mert a tisztaság az mindig szép, a tisztaság az mindig vonzó. Ilyen volt a mi szűzanyánk is, ilyen ez a hely is. Egy kevésbé ismert premontrei szent, Szent Hermann, életrajzát egyébként magyarra is lefordították, az a címe a könyvnek, hogy a Rajna Parti Dóm. És ebben megismerkedhetünk ezzel a premontrei szerzetessel, szent életű és szenté avatott szerzetessel, Szent Hermannal. Kiskorában egészen pici volt, nagyon szívesen ment be a Rajna partján a dómba. És a kedvenc helye az a szűzanya oltár volt. Eleven gyerekként ott mindig megjavult szűzanya lábainál. És nagyon szeretett ott elidőzni. Nem szívesen jött ki onnan. És felidéznek egy emléket az ő életéről, akkoriban kapott egy almát. Akkoriban ez nagy dolog volt. Sajnos úgy tűnik, hogy visszajönnek ezek az idők, amikor ilyen aprókat, egy almát is meg kell becsülni és örülni kell, lehet, hogy nem is baj. Szóval kapott egy almát, ami akkoriban nagy dolog volt, és nem ette meg, hanem elment a Rajnaparti domba, és oda tette a szűzanya lábai elé, oda ajándékozta.
És hát ő is, mint hát a legtöbb fiatal, kamaszodik, kezdi elhagyni az imádságokat, a templomot, kezd lesüllyedni lelkileg, beszennyeződni, már nem tiszta a lelke, züllik. És ebben az állapotban visszalátogat a gyerekkori emlékekhez, a Rajna partjára. És elhatározta, hogy bemegy a templomba, a domba. És Hermann előre megy Szűzanya oltárhoz, nézi, és megállapítja, hogy ez nem az. És ott sertepeltél egy intéző sekrestés, és megkérdezi tőle, hogy hát mikor alakították át ezt a templomot. Hogy hol van az a régi szép szűzanya. És gondolkozik a sekrestés, és azt mondja, hogy hát nem. Itt évtizedek óta nem volt átalakítás, hát mindig ez a szűzanya volt. És a fiatal ember visszamegy, leül a szűzanya a lábai elé, nézi, elkezd elcsendesedni, elmélkedni, és egy belső hangot hall a szívében, a következőt. Mindenki olyannak lát, mint amilyen a lelke. Mindenki olyannak lát, mint amilyen a lelke. Ennek az ifjúnak a lelke tele volt bűnökkel, szennyes volt, mocskos. És nem látta már szépnek a szűzanyát. Ez volt az ő megtérése. Ahol elhatározta, hogy változtat az életén, és szent lett belőle. Milyennek látjuk a szűzanyát? Egészen szép vagy, Mária. Ezen a helyen is nekünk tennünk kell azért, hogy szépnek lássuk a szűzanyát, és szépnek lássuk ezt a teremtett világot, amit a Jóisten nekünk ajándékba adott, és amit mi tönkre teszünk folyamatosan. Nekünk, neked egyénileg tenned kell azért, hogy valami szebbé váljon, hogy a lelked havas legyen, tiszta és fehér. Ezért neked kell tenned, hogy szép legyél. És itt egyáltalán nem a külső szépségre gondolok, nem arra az emberre gondolok, aki esetleg belenéz a tükörbe, és azt érzi, hogy elégedetlen vagyok önmagammal, mert hát telik múlik az idő felettünk, és megöregszünk. Öregen, betegen is lehetünk nagyon szépek az Isten szemében. A szűzanya óriási példakép erre vonatkozólag. És zárásul a szépség kapcsán engedjétek meg, hogy elmondjam nektek, hogy sokáig meg voltam győződve arról, és most is meg vagyok egyébként győződve arról, hogy a világon nekem voltak a legszebb nagymamáim. Bizony. De amikor úgy kezdtem kamaszodni, és hát néztem őket, rá kellett jönnöm, hogy ők nem szépek. Külső szemmel. De nekem akkor is szépek maradtak. És most is biztos vagyok benne, hogy nagyon szépek. Az apai nagyanyám, az képzeljétek el, hogy púpos volt. Leesett a cseresznyefáról, és akkoriban nem volt mentő. És a nagyapám kullon húzta haza. Azt lehet, hogy most ezt a szót nem ismeritek, ez vasmegyei szó, hogy kulló. Nem ismeritek. Két kereke van, és hát olyan, mint a talicska, csak te tudod, igen, jó. Na szóval azon húzta haza, nagy fájdalmai voltak, és hetekig az ágyat nyomta, de hát muszáj volt fölkelni, 7 gyereket hozott erre a világra, nem lehetett nélkülözni, és amikor fölkelt az ágyból, nagy fájdalommal úgy maradt púposan. De én meg vagyok győződve, és meg voltam győződve, hogy ilyen szép nagymamája, hát senkinek nincsen. És a másik nagymama is, hát amennyi testi-lelki gyötrelme volt, és vannak úgy idős emberek, hogy letagadhatnak 10 vagy 20 évet, ő fordítva volt. Nagyon ráncos volt a könycsatornák, meglátszottak rajta, de nekem ő nagyon szép volt.
És azóta voltak nagyon szépek ezek a nagymamák, mert ők szerettek nem csak engem, hanem a családjukat, és azokat is, akik nehezen szerethetőek. Aki szeret, az szép. Aki nagyon szeret, az nagyon szép. Kívánom nektek mindannyiatoknak, hogy alakuljatok, formálódjatok, tisztuljatok, fehéredjetek, legyetek egészen szépek, miként a mi ég édesanyánk, amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyának, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten szülött fiában, az ő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, születettől teremtett mind, az Atyával egy lényegű, és minden általában lett, életünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriából és emberéből. A Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, így halálát szenvedett és elvehették. Harmadnap föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, így élni élőket is voltakat, és országának nem lesz vége. Testvéreim, örömmel gyűltünk ma itt össze, hogy kifejezzük hálánkat és szeretetünket, ami ég édesanyánk havas boldogasszony előtt. Imádkozzunk most közösen Istenhez, ki nekünk Máriát anyánkul, és a keresztény élet példaképéül adta. Terjesszük eléje kéréseinket. Ferenc pápánkért és László püspökünkért, papjainkért és szerzeteseinkért, hogy a Szentlélekkel mindig élő közösségben legyenek, és szavuk, valamint példájuk által a mennyei Atya házába vezessék testvéreiket és nővéreiket. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Családjainkért, hogy hitben és szeretetben egyek legyenek, és a boldogságos Szűz Mária közbenjárására igazi családegyházzá váljanak. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Papi és szerzetesi hivatásokért, hogy mindegy legyenek az egyházban olyanok, akik felismerik Isten megszólító szavát,
és életüket olyan Istennek szentelt hűségben élik meg, ahogy a mája együttműködött az isteni üdvösség terve. Hallgass meg, Urunk! Városunkért, annak minden lakójáért, hogy elődeink buzgóságát követve mindig bátran forduljunk égi édesanyánkhoz, és bizalommal kérjük havas boldogasszonyunk közbenjárását. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenkiért, aki testi vagy lelki betegségben szenved, hogy Szűz Mária szívében találja meg hite oltalmát, reménye biztonságát és a vígan szenvedéseire. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Elhunyt testvéreinkért, hogy a szűzanya legyen számukra a mennyország kapuja. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, tekints jóságosan népedre, amely örvendezik, hogy anyja és pátronája a boldogságos szűzanya, havas boldogasszony búcsú ünnepén. Hálát adunk szereteted és irgalmad minden megnyilvánulásáért, amelyet nemzetünk és városunk iránt a századok folyamán folyamatosan kimutattál, neked legyen dicsőség és magasztalás Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segítsen minket szent fiad, aki emberré lett és szűztől született ő, aki édesanyjának szűz épségét nem vette el, hanem inkább megszentelte. Szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtted áldozatunkat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az volt legyen veletek,
Emeljük fő szívünket, feleltünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos élő és őhős, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk. De kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó éneke által, jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, s nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, s általattad nekünk fiadat. Üdvözítő Úrunkat, Jézus Krisztus! A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és mit elvalljunk fel.
annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaital, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaittal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgálod Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, így éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból, mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ez a világ bűnöit,
Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Szívemet, lelkemet, templom, ma szentel.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni, Krisztus a mi Urunk által.